A nagy hét ünnepélyes megnyitásán virágvasárnap az evangélikus templomban énekeltek a Helikon kórus tagjai, az 1987-ben alapított keszthelyi énekkar évente több hangversenyt ad. Az évelején a próbák megkezdésekor a tagok nem gondolták, hogy lesz valaki, akiért énekelni kell, és nem magukért kérik az adományokat egy jótékonysági koncerten. Március elején tudtunk csak elkezdeni próbálni a sok-sok betegség miatt. És akkor már bizony, akkor megvolt a cél, hogy így mondjam, az adományozásnak a célja, megtudtam, hogy Keszthelyen is vannak menekült családok, addig nem tudtam, hogy itt is vannak, akkor 25 ember volt Keszthelyen, azóta ez a szám bizonyára változott már, de azt gondoltuk, hogy erre a célra is, akármennyi lesz az adomány, azért nem lesz haszontalan ez a cél. A kórus tagjai a repertoár összeállítása után lelkesen készültek, mindannyian segíteni szerettek volna. Mindig ez egy pozitív érzés, általában az éneklés pozitív érzés, ez még pluszt ad, hogy az ember tudja azt, hogy esetlegesen akik eljönnek, azok adakoznak is mások számára. A város evangélikus lelkésze köszönte meg a kórus felajánlását, beszélt a jószándékú emberek tetteiről. Itt a templomba megnyílik a szív, és tényleg arról szólhat ez a koncert, amiről szólnia lehet ennek a koncertnek, hogy ebben az együttlétben, a zene csodájában és az Isten jelenlétében nyitott szívvel tudjunk egymás felé fordulni. A templomban adománykosarat helyeztek el, ahová az emberek beletették a pénzadományt. Ez egy olyan fantasztikus lélekemelő koncert volt, amikor is ugye megemlékezünk Jézusnak a bevonulásáról Jeruzsálembe, és ez még egy örömünnep ma, de utána ugye tudjuk, hogy mi következik, de itt most a lelkünk tényleg felüdült a csodálatos hangoktól, és szerintem sok embert késztetett adományozásra. A Helikon kórus jótékonysági hangversenyén 120 ezer forint gyűlt össze. A kórus a katolikus Karitás segítségével hideg élelmet juttat el a Keszthelyen tartózkodó ukrán menekülteknek.